Közigazgatás szempontjából szokatlan helyszínen vagyunk, de ha belegondolunk abba, hogy nagyon is megszokott ez a helyszín, nagyon is megszokott ez a környezet, hiszen olyan sokan járunk bevásárolni, ügyeket intézni ilyen központokban, mint ahol most is vagyunk, akkor az eddigi tudásunk szerint ezekben a központokban a közigazgatás nem működött. A közigazgatás, mint szolgáltatás nem volt elérhető ezekben a központokban. Úgy hiszem, hogy ennek a mai kormányablaknak a jelentősége, kormányablak átadásnak az a jelentősége, hogy ez is bizonyítja, hogy a közigazgatás egy olyan szolgáltatás, amit lehetőség szerint minél közelebb kell vinni az emberekhez, és oda kell kitelepülnie a közigazgatásnak, ahol azt minél többen igénybe tudják venni. Tehát ez a mai kormányablak átadás itt a 13. kerületben, a Tesco-ban jól mutatja azt, hogy az a közigazgatási reform, amit mi megalkottunk, amelyben részt vettünk mindannyian, ez a közigazgatási reform központi kérdésévé tette az ügyfelek minél jobb kiszolgálását, azaz a szolgáltató funkcióját az államnak. Ahogy mi szoktuk nevezni, a jó állam egyik fontos funkciója az, hogy közelebb kerüljenek az állampolgárok, és egyszerűbben tudják intézni az ügyeiket. A kormányablakok megnyitása már 2011-ben elkezdődött, és 2011 év végéig nyílt meg a megyeszékhelyeken és a fővárosban több ponton a kormányablak, de most egy új szakasza indult meg a kormányablakok megnyitásának, mégpedig amikor vidéken a járási központokban nyílnak kormányablakok, és Budapesten pedig olyan színhelyeken, mint ahol most is vagyunk, tehát ahogy mondtam, hogy új színhelyeken, az állampolgárok által jól ismert helyeken nyílik meg a kormányablak. A kormányablak egy integrált ügyfélszolgálat, több mint 100 ügyet, de nem emlékszem pontosan a számra, mert ez mindig bővül, 150 ügyet lehet körülbelül intézni a kormányablakokban jelenleg. Ezt szeretnénk a jövőben bővíteni, tehát szeretnénk, hogy minél több ügyet tudnának elintézni az ügyfelek, az állampolgárok a kormányablakokban. És a kormányablakoknak ez évi hulláma, a kormányablakok átadásának összesen 100 új kormányablakot fog érinteni. Tehát ebben az évben még 100 új kormányablak nyílik. A kormányablakok nem csak azt jelentik, hogy közelebb került a közigazgatása az ügyfelekhez, könnyebben elérhetővé válik, hanem azt is jelenti, hogy egy egészen más minőségi szolgáltatást kapnak itt az emberek. Az állampolgárok tapasztalhatják, hogy ezek a ügyfélszolgálati irodák vetekednek a legjobb kereskedelmi ügyfélszolgálati irodákkal, tehát olyan típusú ügyfélszolgálatokkal, amelyekben belép az ember, és úgy érzi, hogy tényleg szépek, itt biztos nagyon kedvesen fognak vele foglalkozni. Én azt tapasztaltam, és ezúton szeretném kifejezni a köszönetemet a közigazgatásban résztvevő és a kormányablakokban résztvevő, kormányablakok munkáját segítő kollégáknak, hogy ők ezt az új szemléletet ezt elsajátították, és számukra valóban egy szolgálat az, amit itt végeznek. Ráadásul minden munkanap 8-tól 20 óráig végzik ezt a munkát. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen bevásárló központban a 20 óráig tartó nyitvatartást azt valóban ki fogják tudni használni az ügyfelek. Tehát arra kell számítani az itt dolgozó kollégáknak, hogy bizony a legtöbben éppen majd a normál munkaidőn kívül fognak érkezni, és akkor fogják igénybe venni a közigazgatási szolgáltatásokat. Szeretnék gratulálni, és szeretném ezúton megköszönni egyébként a Tesco-nak a segítségét, hiszen a kormányablakoknak ez az új generációja, ez jó részt a Tesco bevásárló központokban, hipermarketekben fog nyílni.